A Magyar Rally Tóra bajnokság meglepetés embere a Sárospatak ifja Csomós Miklós, aki Varga Gábor navigátortársával a H2-es kategória második helyét szerezte meg. A fiatal pilóta friss jogosítvánnyal a zsebében vágott neki az évadnak, és egy futamot kihagyva számos kiváló, rutinos versenyzőt utasított maga mögé, gyengébbnek mondható technikával. Hát az biztos, hogy nagyon jó érzés volt így, főleg így rögtön az első éven bemutatkozva, már is másodikok tudtunk lenni évvégén. Nem gondoltam volna ezt, mikor az első versenyre elmentünk, mert akkor nem úgy volt az, ahogy én azt gondoltam, nem úgy jött az az eredmény. Sajnos csak harmadikok tudtunk lenni a kategóriába, főleg úgy, hogy azért előttem ki is estek versenyzők. De aztán, ahogy belementünk az évbe, úgy egyre jobban jöttek az eredmények, sikerült kétszer legyőzni a tavalyi bajnokot, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum. Aztán így zárult az év igazából. Másodikok lettünk, ami nagyon jó, úgyhogy jövőre meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Volt előzménye annak, hogy a rally túrába kerültél, hiszen bizonyos feltételeket is teljesíteni kellett ezért. Hogy emlékszel vissza, hogyan kezdődött ez a versenyzői pályafutás? Édesapád korábban versenyző volt, mint gyerek te is elhatároztad, hogy szeretnék majd én is versenyezni. Hogy jött ez, hogy te is versenyezzél? Hát igazából vonzott mindig engem ez a versenyzés, de annyira úgy sose volt bennem ez komolyan. Aztán elkezdtem szimulátorozni, ott jöttek az eredmények, úgy gondoltam, hogy talán át tudnám ezt vinni a rendes ralliba. Aztán tavaly Nagykálóra rávettem apát, hogy menjünk el, akkor próbáljam ki ezt, hogy is működik ez éles körülmények között. Igazából túl sokat nem ültem a versenyautóba, sőt szinte egy métert se. Nem gondoltam volna, hogy ez így fog egyből bemutatni, vagy így fog tudni bemutatkozni egyből, de aztán hál' Istennek sikeres volt. Aztán ott mentünk még a Bazmegyei Rally Sprintben egy 3-4 futamot, ott is végig úgy jöttek az eredmények, abszolútba is, kategóriába is, úgyhogy ez volt az előzmény ennek, hogy utána megpróbáltuk ezt a rally túrát mégiscsak azért feljebb lépni. Kicsit komolyabb autók, komolyabb szint, jobban odafigyelnek rá. Ez lett volna a cél. Még maradjunk itt a szimulátornál. Van erre más példa is, például Mihalis Norbi, aki szintén szimulátor bajnokként került a gyorsasági autósportba. Mit fejleszt ez a szimulátor? Mennyire élethűek ezek a szimulátorok, amit aki tudja, át tudja ültetni a valóságba is? Hát én Richard Burns Rallyval kezdtem. Az egy elég komoly szimulátor, még most is, mai napig pedig már egy jó 10 éves játék, de mai napig nagyon-nagyon komolyan játszanak vele világszinten. Hát igazából mindent, reflexet, nagyon jól el lehet vele találni a féktávokat, nagyon jó minden szempontból. Meg oda lehet rá figyelni a kigyorsításokra, ami az igazából a mai modern rallyra, hogyha lehet ezt mondani, most már ez kell, nem kell csúsztatni az autót, szépen elfordulni, és akkor így tudsz gyors lenni, ezt tudtam átültetni. És a Mihalis Norbi is gondolom azért ezt csinálja, de ő azért egy komolyabb szint. Üljünk a versenyautóba ezen a bizonyos nagykálói futamon. Hogy készültél erre? Volt-e előzőleg bizonyos tesztjellegű bemutatkozás, próbálkozás? Hát igazából úgy készültem, hogy játszottam fent a szobámba, aztán mindig csak jöttek az eredmények, jöttek a jó sikerek, hogy mindig első voltam, szinte mindegyik ilyen sorozatban. Aztán mondtam apának, hogy akkor próbáljuk meg. Előtte elmentünk a Rabócsiningre egy szűk órát talán, hogyha mentem ott a kocsival, mert sajnos ilyen gokartpályának volt kialakítva, aztán eléggé lassú tempót tudtál ott csak autózni, elég gumigyilkos is a pálya, úgyhogy mondtam, hogy ennek nincs sok értelme, inkább menjünk innen, aztán majd holnap meglátjuk. Úgyhogy kb. Ennyi volt az előkészülés. Én is ott voltam ezen a nagykálói futamon, és futótűzként terjedt a hír, hogy a kis Mixi milyen időket autózott. Mit szóltak ehhez édesapádék és a nagybátyát, hiszen ő is versenyző?
Hát meglepődtek erre, ezen, ez biztos. Főleg indult a Hegedűs Attila is, azért őt nem kell bemutatni, ő is egy nagyon komoly versenyző itt, itt az Emplénben, meg úgy országszinten is. És azért az úgy furcsa volt, hogy hozzá is közel tudtam autózni, sőt szerintem valamelyik, mondjuk ő kiesett, de valamelyik gyorsaságén el is tudtam őt verni. Aztán az biztos, hogy meglepődtek, senki nem gondolta volna ezt. Ennyire én se talán, de azért bíztam magamban, hogyha ilyen jól megy a realizás szimulátoron, akkor talán át tudom ezt vinni élőbe is. Kaptál valamilyen vezetési tanácsot édesapádtól, vagy megpróbáltad a saját stílusodat átvinni a versenypályára? Hát nem is tudom, hogy van-e stílusom igazából. Megpróbálok íven menni. Apától olyan, hát túl sokat igazából nem mondott ő is, csak annyit mondott, hogy a tempósokat vállaljam el, azzal lehet sokat nyerni. Aztán próbálom azt csinálni, hogy a gyors kanyarokat átvészelni jó gyorsan, a lassúakba pedig ott nem kell nagy csodát művelni, úgyhogy úgy túl nagy dolgot ő sem mondott, úgy nagyon nem látott el tanácsa, mondta, hogy minél gyorsabban menjek, meg vigyázzok magamra. 1997. A Csomós Sebők páros a rally másodosztályban versenyzik. Az első futam Esztergomban nagy sikert hoz számukra, abszolút második helyezést érnek el. Következik a Salgó Rally, ahol a bukás ellenére is célba érnek. A Veszprém Rallyn már műszaki gondokkal küzdenek. Itt abszolút kilencedikek lesznek, ami pontszerző helyet jelent számukra. Az OMP Racing Rallyn abszolút harmadikok. Az utolsó két futam viszont nem hozza meg a várt sikereket. Kisbéren műszaki hiba miatt esnek ki, Pécsen taktikai hiba okozza, hogy lecsúsznak a vezetőhelyről. Mixi édesapja is sikeres versenyző volt, erről a lakásban serlegek sokasága tanúskodik. Csomós Miklós Sebők Csaba navigátortársával 1997-ben a rally másodosztályban kivívta a jogot az első osztályban szerepléshez is, ahol legnagyobb sikerüket egy Opel Astrával az Európa-bajnoki futamnak számító Kassa rallyn érték el, ahol az erős nemzetközi mezőnyben az abszolút 13. helyen végeztek. Titokban talán szerette volna, ha fia a nyomdokaiba lép, azonban a szülői féltés is munkálkodott érzéseiben. Engem, ami egy kicsit visszafogott ebbe, hogy kipróbálja, hogy tehát ott féltem. Tehát azért elég nagy sebességgel közlekedik adott szakaszokon, sok helyen az erdőbe, fák között is, és ugye nagyon féltettem. Most is nagyon féltem, tehát ugye minden gyorsági végén abba vagyunk megegyezve, hogy mi is leér, akkor azonnal hívnia kell, hogy minden rendben van-e. És egyszerűen, tehát én ott akkor olyan idegi állapotban vagyok, hogy tulajdonképpen még beszélni sem lehet velem nagyon. Kitalálta, hogy jó, akkor menni szeretne. Akkor jött ez a nagykállói verseny, az pont ott Nagykállóban a tesómék ott laknak, és hát az pont egy olyan pálya volt, ahol igazából majdnem folyamatosan végsebességgel kellett közlekednie. Tehát úgymond, amikor én azt mondtam, hogy jó, akkor benne vagyok, menjél, hát akkor még velem úgymond meg is lehetett ezt beszélni, az anyukája nagyon-nagyon ágált ellene, hogy még jobban féltette, mint én. És hát én csak annyit mondtam neki, hogy fiam, nagyon óvatosan, tehát egyre kérlek, hogy még véletlenül se törd össze magad, úgyhogy hát igazából így indult a pályafutása. Milyen tanácsokat adtál neki, és hát az első versenyen bizony elvert titeket is. Hogyan élted meg ezt az első versenyt? Hát igen, ez egy kicsit meglepett. Valójában, amikor kitalálta úgy, hogy menni szeretne, akkor itt az esélyeket latolgattuk, hogy igazából, hogy lesz-e esélye, vagy fog-e tudni menni egy jó eredményt. És hát mindenki azt mondta elsőre, hogy biztos, hogy nem, mivel még tulajdonképpen a versenyautó előtte egy métert nem ment vele, nem is ült benne. És hát amikor az első gyorságin ugye leért, akkor, tehát indultam én is azon a futamon, ez egy rally sprint futam volt, és ott adódott a lehetőség, hogy mind a ketten tudtunk ugyanazzal az autóval menni, tehát a feltételek ugyanazok voltak. És ugye amikor leértünk az első gyorságin, akkor én kaptam tőle kapásból egy durván 10 kilométeres szakaszon egy 7 másodpercet, tehát mindenkit meglepett, engem is nagyon, sőt a barátainkat is, tesómat is, mert ott a tesóm is indult azon a futamon, egy ugyanilyen autóval, egy Opel Astrával,
és hát ő még többet kapott tulajdonképpen, ő kapott ott egy olyan 15 másodpercet, én kaptam 7-et, és hát meglepődött mindenki ezen az eredményen, ráadásul abszolútban is azt hiszem, hogy talán 2 darab Micsubicsi tudta elverni őt, és abszolút 3. időt tudott menni, szóval ez nagy meglepetés volt már akkor az első gyorságja. Hogy a fiatal pilóta tud valamit, arra bizonyíték, hogy az eredményeket egy megbízható, ám a vetélytársaknál gyengébb technikával érte el. Igazából azt kell tudni erről az autóról, hogy ez tulajdonképpen egy közel utcai autó, ez az Opel Astrának a sportváltozata, ez egy 2000-es 150 lóerős autó, és tulajdonképpen ami változtatás ezen most volt egy utcai autóhoz képest, ugye kell bele egy bukóketrec, az a biztonsági szempontok miatt. Van benne 2 versenyülés, 2 komolyabb biztonsági öv, mint ugye a gyári öv. Ami műszaki változtatás volt rajta, van benne 4 lengéscsillapító, ami egy kicsit keményebb, mint az utcai. És azon kívül még a motorban 2 darab vezérműtengely, sportvezérműtengely, meg egy karburátor lett rátéve, ez eredetileg ez injektoros motor, és át lett alakítva vissza karburátorosra. Igazából ennyi változtatás volt eddig az autón, ezzel körülbelül ilyen 170 lóerős volt az autó, ebbe egy teljesen széria utcai sebességváltó volt, tehát tulajdonképpen azért mondom, hogy ez sokkal közelebb állt eddig a utcai autót, mint egy versenyautóhoz. 5, 4, 3, 2, 1, és mehet! 300, bal 222, hosszú-hosszú végig gumis, 222, hosszú-hosszú végig gumis, és abból az 50 fel, és sima jobb padló, és 100 a balon, és abból a jobb egy gumis. A ralliban nagyon fontos, hogy kiül az ember mellett a navigátor személye, aki tud esetleg gyorsítani az emberen, vagy éppen nyugtatni, hogyha erre van szükség. Kik voltak a navigátorok, ők mennyit segítettek ebben a munkában? Hát a navigátorom, ő Varga Gábor, ő Hegedűs Attila mellett versenyzett, még ralli túrában is volt bajnok, meg ralli 2-be ment vele. Igazából ő az, akit apa megkérdezett, hogy van-e kedve beülni, aztán nem is tudom, miért mondta, vagy honnan jött ez neki, hogy ő beül mellém így 0 kilométerrel. Én biztos, hogy nem biztos, hogy beültem volna magam mellé így egyből. Aztán ő vele mentünk végig a tavalyi Bazmegyről is mintán, és akkor most is ő jött velem így a rally túrába. Aztán vele mentünk végig, szerintem jövőre is, sőt tuti, 100%. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, mind azért, a magánéletben is jó barátok vagyunk, szoktuk néha keresni, egymást hívni. Aztán a versenyeken meg teljesen meg vagyok vele elégedve, csinálja a dolgát, jól csinálja, és azért jó, hogy van mellettem egy magabiztos navigátor, aki már több évet lehúzott. Vége koszos, és bal 2 koszos. Vége koszos, és bal 2 koszos. És 50-re a bal 1 tő, és a 134, jobb 134. Vége lefelé. És 20-ra a sima bal, és 20-ra a bal 2 tő, nyugodtan, nem kapkodsz bal 2 tő, és akkor a bal 1 tő, és jobb 1, és bal 1, észre, bal 1, és 100-ra, a bal 11, sima jobb bal 11, fékes, és jobb 44, ez a fékes, és ott lesz tőle a jobb 44, észre. Próbáltunk egy olyan navigátort találni mellé, mivel ő még nagyon fiatal, 18 éves volt akkor, hogy ez egy kicsit tapasztaltabb, rutinosabb ember üljön mellette, és akkor a Hegedűs Attilának a navigátorát kértük meg, Varga Gábort, Gabit, hogy nem ülne be, és akkor, mert én gondoltam arra, hogy legalább ha egy jó pár évvel idősebb srác ül mellette, akkor ő talán tudja majd egy kicsit úgy visszáfogni, hogy ne az legyen tényleg, mint ugye a legtöbb versenyző, mint én is, hogy rögtön első akar lenni az ember, és akkor meglepetés, mert nem meglepetés, de általában árok járása vége, és akkor ugye tehát Varga Gábor elfogadta a lehetőséget, hogy beült mellé, én ennek örültem, és
és igazából jó döntés is volt, úgy látszott a dolog, mert nagyon jól megértik egymást az autóba. Nagy viharok dúlnak manapság a Borsodabaly Zemplén megyei rally sprint körül, de hát talán a te példád is mutatja, hogy ez egy jó iskola a kezdő autóversenyzőknek. Te hogyan láttad ennek a versenysorozatnak a jelentőségét? Az biztos. Én nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen lehetőség itt a, talán a fiataloknak, meg azoknak, akiket kicsivel kis pénzből tudnak versenyezni. Ez egy nagyon-nagyon jó sorozat, én csak azt tudom rá mondani. Mindig is vannak itt ez, ahogy mondtad is, viharok, de én remélem, hogy ezt át tudják vészelni, és akkor jövőre is lesz ez a sprint, mert ez mindenféleképpen kell, amíg ennyi nevezői létszáma van, nézői létszáma, biztos, hogy nagyon sok embernek jó, hogy ilyen kis költségvetésből el tud menni, és ugyanúgy tud szórakozni, ugyanazokon a rally pályákon, mint régen, a Miskolc rally például, meg ugyanazokon a komoly pályákon vívják meg a csatájukat, mint régen a Rally 1, meg Rally 2, úgyhogy mindenféleképpen jó az a sorozat. Én is, mint ott kezdtem, én nagyon örülök neki, hogy mehettem ott, nagyon jó a közösség, nagyon jó pályákon zajlik. Talán ez a kicsi csúszás, ami van mindig, de ezt el kell fogadni sajnos. Oda-vissza megyünk a pályán, ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy még nem ér le az utolsó, addig nem tudsz menni szembe. Jött a 2012-es év, az első rally túra futamot a Tatabányát kihagytátok, de utána végigmentél a bajnokságon. Nem volt ez nagy falat ez a váltás? Nem féltél tőle? Vagy ki volt az, aki bíztatott, hogy vágjatok neki a rally túrának? Hát igazából évelején már gondolkodtunk, hogy mi legyen akkor, hogy a bazmennyi rally sprintet csináljuk végig az évet, vagy menjünk rally túrába, vagy így közösen, vagy minél több kilométert. El kellett dönteni igazából, hogy eredmény kellene, vagy több kilométer. Aztán Egerrel készültünk nagyon, hogy menjünk akkor a rally túrára, ugye az lett volna az első futam, csak miután az elmaradt, úgy kicsit bennünk felmerült az, hogy nem kéne itt menni ebbe a komoly MNAS-es sorozatokba, mert egyszerűen minden elmarad, kevés a nevező, kevés ember megy. Egyszerűen úgy gondoltuk, hogy ez a bazmegyei rallyspint talán az lenne a legjobb. Aztán ott el is mentünk az első futamra, Abodra, hogy sajnos kiestünk egy technikai gond miatt. Utána pedig úgy gondoltuk, hogy mégiscsak azért itt van Ózd közel rally túra, talán nézzük meg, hogy mit tudunk ott, milyen eredményt tudunk elérni. Aztán jött ott egy számomra azért gyengébb eredmény, egy harmadik hely. Mindenféleképpen úgy szerettem volna azért bemutatkozni, hogy megnyerjük a kategóriát. De be kell látni, hogy nagyon, nagyon erős autók vannak most a rally túrában, most ezen az éven is, meg szerintem jövőre is, meg ezelőtt is már nagyon komoly autók voltak, talán amiatt is, hogy nincs annyira nagyon, nagyon nagy szabály rájuk a kocsikra, hogy mit tehetnek bele az emberek, úgyhogy mindenfélét, amit össze tudnak vásárolni, mindent beletesznek, aztán nagyon gyorsan tudnak velük menni. Azért felkapta a szakma a fejét, azt hiszem ezen a harmadik helyen is, mennyire érezted ezt ott a mezőnyben, hogy odafigyelnek rá, hogy hú, ez a fiú, ez tud valamit? Hát én azt mondom, hogy akkor a bajnok az kiesett, rögtön a második gyorsaságén, ő annyira még nem, de utána, amikor elmentünk a következő versenyre, Nyerges Újfalura, és akkor ott rögtön az első két gyors után az érre álltam, utána nagyon ment ott az adok-kapok egymás között, a végén 9-10-del nyertem. Ott utána már azért ott felkapták a fejüket, meg egyből kérdezték, hogy mi van a kocsiban, hogy van ez megcsinálva, milyen kitkár, meg mi van benne. Aztán mondtuk, hogy igazából úgy nagyon semmi, mert ez egy utcai autó. Akkor elkezdtek gondolkodni, hogy lehet van valami keresni valamit. Csak sajnos, hogy Tatabányát kihagytam, itt már egyből egy mínuszos verseny. Így örülök ennek is, hogy évvégén második helyre tudtuk behozni. Mixi a tanuló évben a legnagyobb ellenfele tudott lenni a kategóriában több éve versenyző pap testvéreknek, akik a jóval erősebb Volvóval éppen hogy csak meg tudták előzni a kiváló sárospataki fiatal pilótát. Én úgy gondolom, hogy nagyon ügyes a kisfiú, és nagyon jó állhat előtte. Én nagyon örülök, hogy itt van és versenyzünk, és van kivel küzdeni, mert szerintem ez a verseny az arról szól, hogy igazán össze tudjuk mérni a tudásunkat. Mixit csak a kora miatt nevezheti ellenfele kisfiúnak ezután,
akire most már nem csak félszemmel figyelnek az ellenfelei. Hát az biztos, főleg itt a rally túrán, meg már a Bazmegyei Rally Sprintben is olyan autók jönnek, olyan új gumikkal, olyan feltételekkel, ami országos szinten is megállná a helyét. Itt a rally túrában is a bajnok, aki tavaly is bajnok lett, akit meg tudtam verni az éven kétszer, meg most is bajnok lett, ő végzett előttem, ő egy nagyon komoly versenyautóval indul, egy Volvo-val, ami egy pályaautóból lett átépítve, a váltó bele, a motor, a futómű, a fék, minden. Ő egy nagyon komoly autóval indul, szerintem több millióba benne van, sőt, lehet el is éri a 10 milliót, még a miénk azért az eléggé kis költségvetés, egy utcai autó szinte teljesen, úgyhogy hát megvan közte a különbség, úgyhogy nekem sokkal jobban azért be kell vállalni, hogy meg tudjam vele tartani a lépést, de ezzel igyekszem, hogy ezt megoldjam. Véget ért a szezon, átvetted ezeket a gyönyörű díjakat. Bizonyára már forog a fejedben a 2013-as év. Mi lesz a 2013-as évben? Hát szerintem marad ez az autó. Kis fejlesztéssel remélem, hogy sikerül bele legalább egy normális váltót összefaragni, egy-két dolgot beleszerelni, és akkor talán tudunk gyorsulni, vagyis remélem, mert az csak azért csinálja az ember, hogy gyorsuljon. Remélem, ez sikerül is. Aztán hát szerintem ez a rally túra marad, meg aztán egy-két sprinten is a kilométer miatt biztos el fog menni, főleg, hogyha ilyen jó pályákon zajlik, mint tavaly. A cél az mindenféleképpen meg szeretném nyerni a bajnokságot, ez attól is függ azért, hogy milyen komoly autók jönnek, mert például a legutolsó versenyen a Vácon indult egy Renault Megane-nal egy srác, aki ott meg is nyerte, az is egy nagyon komoly autó, régen azokkal a VB futamokat nyertek, jó biztos nem ezzel a kiadással, de szóval mindenféleképpen bajnok szeretnék lenni, de ez attól is függ, hogy milyen kocsit sikerül összebarkácsolni, és hogy milyen kocsik jönnek majd, meg milyen pilóták. Az Opel Astra marad jövőre is, ám jelentős átalakításon esik át. Hát ami most változtatás lenne rajta, az tulajdonképpen kezdődik azzal, hogy tehát nagyjából most a pilóta és a navigátor az ugyanott ült az autóba, ahol eddig, most tulajdonképpen ők körülbelül 30 centivel hátrébb lesznek ültetve. Ez a jobb súlyelosztás miatt próbáljuk ezt megoldani, mert tulajdonképpen most ennek az autónak a négy kerekéből általában a két első kerék viszi át a nyomatékot, meg a tapadást az útra, a két hátulja, az szinte abszolút nincs használva, két hátsó gumik, két hátsó kerék, mivel annyira nincsen hátul súly az autóban, ugye az összes súly az elejében van, és ezért próbáljuk a sofőrt meg a navigátort hátrébb helyezni az autóba, és ezáltal az egész utasteret belül át kell rendezni, tehát a kormánykereket, kormányoszlopot hátrébb kell vinnünk, a pedálálványokat hátrébb kell vinnünk benne. Ugye most ezzel kezdjük az egészet, aztán motor az ki lesz belőle szedve, az vissza lesz alakítva úgymond injektorosra. Arra kerül most egy hengerenkénti pillangósor, egy motorvezőelektronika, egy úgymond programozható motorvezőelektronika. Ettől remélünk egy körülbelül egy olyan 30-40 lóerővel erősebb teljesítményt, tehát hogy 200 felé tudjuk valahogy sófolni. Meg még a egyik nagyon fontos változtatás a sebességváltó, tehát hogy az utcai sebességváltótól, tehát sebességváltó helyett egy versenyre kitalált úgynevezett tolókerekes váltót szeretnénk bele mindenféleképpen. Ennek a lényege az, hogy tulajdonképpen azt, amikor elrajtol vele az ember, akkor kell csak kuplungot használni, onnantól kezdve, amíg meg nem áll, tehát az összes kapcsolásokat az kuplungolás nélkül tudja váltani. Ezzel sokkal-sokkal gyorsabban tud felfelé, úgy visszafelé, tehát féktávon váltani az ember, meg ezeknek a kiosztása, tehát úgymond sokkal-sokkal jobb, mint az utcainak, mert az utcai az tulajdonképpen egy ilyen motor, egy versenymotor, az közel 7-8 ezeres fordulaton üzemel, és hogyha azt az utcai váltóval használjuk, akkor ennek a végsebessége nagyon-nagyon nagy lenne, tehát akár 300 km per óra felett lenne a sebessége, hogyha nyilván a motorerő azt bírná. És ezt most úgy próbáljuk belőni ezt a kiosztást, hogy ha mondjuk 8000-et forog ötödikbe a motor, akkor körülbelül 180-190 között legyen a végsebessége. És még most ezt, még és még azt. Szóval lesz mit csinálni Csomóséknak télen.
mindenkinek, így egy autóversenyzőnek is van egy álma. Hát ezt nem is tudom, mindenféleképpen egy első kerekes talán még az, amit most tudok jelen pillanatban úgy vezetni, hogy talán gyors tudnék vele lenni. Nem tudom, egy jó első kerekest is legyen benne egy jó váltó, talán egy kis C2 is jó lenne az, amivel úgy oda lehetne állni olyan jó feltételekkel, hogy ne arra kell gondolni állandóan, hogy most kidobja a sebességet, vagy mi lesz vele, vagy be tudok-e fordulni, vagy nem. Szóval egy ilyen kis méregzsákot, egy kis C2-t azt el tudnék fogadni. Azzal lehetne gyorsan menni szerintem. Van-e valamilyen versenyző, akit példaképetnek tekintsz, akár a hazai mezőnyben, akár a világbajnokságon, külföldi mezőnyben? Úgy annyira én nem vagyok ennek a híve, hogy én annyira mindenkit a példaképen megtartsak igazából. Nem tudom, úgy sose volt meg bennem ez, hogy én valakinek olyan őrült fanatizmussal szurkoljak, hogy én neki ő. Nekem Magyarországon tetszik egy-két ember azért, ahogy megy. Például az Asi, amilyen precízen megy, az biztos, hogy is meg is mutatta rali világbajnokságon is, itt a Mecsek Rali IEC-n is, épp most nézegettem az eredményeit, hogy azért elég közel autózott egy N-es kocsival szuper 2000-esekhez, egy világszintű autóhoz, meg mezőnyhöz. Ő mindenféleképpen azért őtől le lehet tanulni, hogyha nézed a belső felvételeit. Úgy világszinten, hát most lőv a favorit, ugye? De én most Ozsiernek szurkolok, hogyha jövőre bemutatkozik a Volkswagennel, szerintem ő az, aki képes lenne megverni Lőböt. Úgyhogy így ők talán a példaképeim. És egy szülőnek az aggódás mindig megmarad a gyermeke iránt, ám ez Csomóséknál most már büszkeséggel is párosul. Egy év után mondhatjuk azt, hogy a rallitúrát úgy nagyjából végigcsinálta. Az első futamon nem indultunk, a második annyira nem volt sikeres neki, de amikor most már úgymond a szezon vége felé a kategória társai is elismerik, tehát ez ténylegesen úgymond nekem, mint szülőnek, azért ez eléggé büszkeséggel tölt el. Ismertél meg az autósportban? Jó világ, jó ebben a társaságban, közösségben lenni? Hát az biztos, hogy jó, főleg, hogyha jó eredményeket tudsz elérni, akkor úgy büszkeséggel tudsz kiszállni az autóból. Az mindenféleképpen jó a társaság, és ugye mindenki ismer mindenkit. Az is egy nagyon fontos dolog. Hát az emberek nagyon kedvesek a rallitúrában is, mind a Bazmegyei Rally Sprintbe is, megy mindig a hülyéskedés egymással, hogy ki mit ment, hogy ment. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ebbe bele tudtam csöppenni, főleg ilyen fiatalon, mert ugye ez nem sok mindenkinek adódik meg. Én örülök, hogy nekem ez megadódott, próbálok ezzel élni, úgyhogy minden jobb eredményt elérni. Bumping in my trunk, bumping in my trunk, bumping in my
truck. I know you heard that bass bumping in my truck.